Kaposváron végeztem az általános állattenyésztési szakon. Utána kellett keresnem egy olyan munkahelyet, ahol adtak lakást. Hát így kerültem ide tulajdonképpen. A szarvasmarha telep az Paks mellett van, Földespusztán, valamikori paksi állami telep. 38 éve tartózkodom itt. Van itt olyan jószág, aminek 9. generációs ősét is láttam. Egyébként Holstein-Fries szarvasmarha tenyésztésével foglalkozunk, tejet termelünk. Mikor ide kerültem, akkor az éves tejtermelés durván olyan 3 millió liter volt, most lassan megközelítjük a 9 millió litert. Sikerült kitenyészteni a Vilma családot. A Vilma családnak a legjobb, legillusztrisabb tagja Európában az első lett, TPI alapján. A lánya is első lett, őt értékesítettük, és hogy magyar pénzbe körülbelül olyan 5,5 millió forintot kaptunk érte. Hogy 1980-ban ide kerültem, egyből földespusztai lakos is lettem. Tulajdonképpen 16 évig voltam képviselő, és 12 évig alpolgármester. Dunamenti TSZ elnöke jött az ötlettel, mi lenne, ha alakítanánk egy szövetkezetet. És hát ez meg is történt, Paks környéki társasvállalkozások, illetve magánvállalkozások alakítottunk egy szövetkezetet 15 taggal. A Dunamelléki Szövetkezetnek neveztük el, igyekszem vezetni ezt a közösséget, és igyekszem harcolni érte, hogy azért a lehető legmagasabb tejárat tudjuk elérni. Büszke vagyok rá, mert tőlünk soha nem lépett ki úgy senki, hogy máshová ment volna. Hogyha kilépett, akkor abba hagyta a termelést, mert úgy gondolt, hogy életkoránál fogva nem bírja már tovább csinálni.